életemnek a felét már itt töltöttem a cégnél, és azért ez mindenképpen meghatározó egy ember életében, hogy már több, mint az életének a felét egy helyen leéli. Én nem vagyok egy ugrálós típus, nem vagyok egy könnyen váltós típus. Kaptam ajánlatokat, nem tagadom, mint egy kőszikla gyakorlatilag én mindig ennek mereven ellent mondtam. Ha ma 2011-ben valaki elkezd ebbe a szakmába dolgozni, véleményem szerint ugyanaz kell neki, ami 92-ben meghatározó volt. Legyen rendkívül szorgalmas, és akarjon valamit elérni az életébe. Tehát legyenek olyan céljai, amiket ő meg akar valósítani. Ne az, ami nekem volt 92-ben, hogy 6 hónapig, ha jól keres, akkor utána már nagy baj nem érheti, hanem igenis legyenek olyan közép- és hosszú távú céljai, amiért érdemes neki dolgoznia. Ahhoz képest, amikor bekerültem a rendszerbe, egész egyszerűen idősebb lettem 20 évvel, és emiatt ugye nyilván a felfogásom is változott, hát ugye a célkitűzésem is természetesen változtak. Én azóta megnősültem, 2 gyönyörű szép gyermekem van, nagyon kedves feleségem, úgyhogy mi tényleg mondhatni egy idilli családi környezetben élünk, és ez nekem nagyon sokat jelent támogatásba is, meg motivációba is. Például nem nagyon szerettem a kávékat, erős kávékat most se szeretem. Egy 3 évvel ezelőtt ezeket a gyengébb macchiátókat, kaffé latte, ilyesmi, melanzs, ezeket már nagyon megszerettem, és nagyon ízlett. Meg úgy a közeg, tehát ez a kávézó közeg, hogy kulturáltabb hely, nem egy kocsma szint gyakorlatilag. Itt nagyon jókat lehet beszélgetni. Izgatta is a fantáziámat ez a kávézó téma. És ennek az lett a vége, hogy én magam is egy kicsit belefolytam ebbe, mert február 10-én nyitottunk egy kávézót. Nem egy olyan nagy kávézó, nem 5. kerületi kávézó, ez egy vidéki kis település, szülőfalumban van, Pándon, de ott a környéken nincs egy ilyen hely. És igyekeztünk ott is megcélozni a fiatalabb réteget, akik nem csak a kocsmába szeretnének menni, hanem mondjuk kulturáltan szeretnének eltölteni egy pár óra hosszát.